Szia! Egy pillanatra szeretnénk csak megzavarni. Miért látogattál ide ki, Lupa Beach-re? Most vagyok itt először a Muscle Beach, a Beach Betin elnézést, de mindig láttam, hogy szép a kínál. Versenyzel is? Vagy csak így látogatóként jöttél? Itt nem versenyzek, inkább testépítésben versenyzek. Ó, és milyen eredményeid vannak? Most májusban voltam a Badi Sportkupán, és tínédzser testépítésben lettem második. Aztán, gratulálok! Köszönöm. Mi lesz a következő kihívás? Az... elnézést csak... Gondolom, meleg is van, meg látom, hogy itt nagyon keményen nyomjátok, úgyhogy le a kalappal előttetek. Szóval, mi lesz a következő, amire így készült? Az Imbánál szeretnék versenyezni, és ott az EB-re, mert fontos számomra, hogy naturál maradjak, így naturál testépítésben, és ott elvileg még lehet úgy naturálban versenyezni, vannak esélyeim. Naturál. Mesélj nekem arról, hogy mi az, hogy naturál, mert én teljesen laikus vagyok. Az azt jelenti, hogy nem használunk semmiféle illegális szert, szteroidot, ilyesmit. De jó! Káros szerintem, és nem tesz jót a sportnak, szerintem. Ez így van, teljesen egyetértek vele. Köszönöm. És még arról mesélj, hogy mennyire kemény neked egy ilyen felkészülés, tehát mind étkezésben, mind pedig, hogy mennyit edzel, hát gondolom nem könnyű, főleg így nyáron, amikor az ember pihenne. Hát most hála Istennek, hát így, hogy nyáron is meleg van, nem kell tartanom a diétát. Most már csak Milánóin és Burger Kingen élek. Ó, de jó neked, hát! Most már le van tudva a verseny, úgyhogy de próbálom így tartani a formát valamennyire. De magára a versenyre 12 év volt a diétám. Hát ez nagyon húzós volt, mert imádok nasizni, de muszáj volt így a cél érdekében. De ami legjobban megviseli az ember tényleg az a vízhajtás a végén. Hogy teljes vízhajtás, főleg így, hogy május volt, már meleg volt, izzadt az ember, de ugyanúgy le kellett menni a terembe, kardiót lenyomni, megcsinálni a keményedzéseket. Az igen. Hát gratulálok, és további sok sikert! Köszönöm szépen! Köszönöm, és mindenki jöjjön a Beachbody-ra!